Először is a nevét szeretném megkérdezni. Németi János, Balmazújváros, Kisgyirhadszámolt lakom, 1938-ban születtem, június 5-én, ha fontos ez is. Persze, hogy fontos, Isten éltesse, nagyon sokáig még. Úgy tudom, hogy ön a Portobágy örökös pásztor. Igen, az vagyok. Mit jelent az, hogy örökös pásztor? Hogy lesz valaki örökös pásztor? Megválasztottak, megkértek, hogy elvállalom, elvállaltam. Vinnénk, hogy vigyük tovább, adjuk át a fiatalabbaknak a tudományunkat. De ez már a végső útja ennek az állomásnak, hogy kezdődött? Tehát amikor megszületett a család, a szülei is pásztorkodtak? Igen, igen. Hát lényegében úgy mondanám, hogy hát pásztorkodtak, mert hát jószág mindenféle birka ők itt benni, tehát úgy akarom. Mondani. Igen, tehát pásztorkodtak meg, gazdálkodtak, volt egy kis földjük, béreltek meg lényegében, tehát gazdálkodtak, tanyálkodtak. Igen, sok állatok volt? Sok hát mikor mennyi? Hát úgy mondom, túlzásban nem volt, mert ugye, hogy úgy mondjam, hogy elég szegényen kezdték, lényeg az benne, hogy 50-60 darab, 80 darab jó út, mert hát mindenféle jószág, disznó, tehén, ló, mondom, kis földet is megművelték. Ez 1969-ig ment ez a dolog, tehát tanyállatunk volt egy kis tanyánk, aztán 59-ig volt ez, aztán 59-ben lett a tagosítás, akkor a rendszer, úgy mondanám, erőszakkal, tehát lényegi erőszakkal behajulták a TSZ-be. Akkor megszűnt a gazdálkodás, tehát úgy mondták, hogy TSZ gazda, de nem TSZ gazda, hanem TSZ cselédek. Hogy emlékszik, vagy mire emlékszik abból, amikor gyerekkorában a szülei mondták, hogy segítsen be a munkában, itt a pásztorkodásban? Minden. Hogy kezdődik egy kisgyereknek egy pásztorkodás? Hát, mire tetszik emlékezni? Hajtsd ki a birkát, legyen, hogy hajlottam. Már mitől 8 évesen már rám bízták, tehát úgy mondom, hogy őriztem őket, reggeltől estig, úgy mondom, tehát aztán fejtünk, még akkor fejtje a édesapám a birkát, segít, hogy hajtsam a cangát, úgy mondom, hogy a fejőtől hajtani kellett, ő meg leült a jobbornat, akkor fejtje. Aztán később, nem is olyan soká, azt a jobbon hátul, amíg jobbsz elég megfejnéd egy bögrét adott, most abban én fejtem. Tehát így kezdődött, hajtottam is, meg fejtem is. És akkor tovább az egyes folyamatokat az fokozatosan tetszett megtanulni ott az édesapja mellett. Igen, akkor kihajtottam, úgy ott mellé álltam, legeltettem, közben a szomszédben is voltak ilyen juhászok, úgy azt láttam, hogy ott térik is, hogy hajtják, vagy hát mondta is a szülőm is, hogy édesapám is, hogy na erre hajt, oda hajt meg. Tehát így bele tanultam lényegében. Közben úgy már így mondom, tehát a birkát is volt, tehén is, de most a tehenet is őriztem, 50-60 darab tehenet, mert az meg összecsaptuk ott a környék, a tanyasíkat, akkor kinek hány darabot anyanap őrizte, ott azt is, vagy akkor szántottunk, hogy így mondjam, szántottunk, vetettünk, amit tudtam, enged le a gépet, vagy vedd fel, vagy az egész hajtott édesapám a két csikor, két tehénnel először úgy a háború után szántottunk, aztán a végén tűcs ki az egész csikor, vissza befogadunk, hogy állít vissza, tehát szóval ilyen. Tehát lényegében szerint mindent megtanultam. Értem. Aztán 1958-ban dolgoztam katonának, közben volt a tagosítás, 59-ben, akkor leszereltem már nem volt. Lényegében hát majd csak semmi se, úgy mondanám, bevitték a térbe. Hát ugyan hagyott nekem édesapám, hogy 30 darab birkát, meg egy lovat, de hát már akkor nem fordult, mert főd már nem volt. Igen. Aztán már 61-ben, úgy 60-ban leszereltem, tehát 2 éve töltöttem a katonaságnál, leszereltem 60-ban. Igen, 61-ben meg ilyen, még akkor próbálkoztam ilyen kívülálló, maszek, úgy mondták már akkor. Aztán úgy láttam, hogy nem megy, azt már 62-ben beléptem a TSZ-be. Na, a TSZ-ben ott egy nyarat eltöltöttem,
csikorgyúrtam, aradtam is, gépeltem is a cipőgépnél, akkor voltam először utoljára, úgy mondom, egy szezon. Aztán először, mondom, nekem valami jószág mellé kell állni, ott másik téve sok helyet volt Újvároson, mert Újvároson valahogy ott is születtem, tehát ott anyám inkább mindegy, nem ez a lényeg. Aztán tehát belittem, elmentem egy másik életbe, juhász, tehát a birkát legjobb szerettem a jószágban, ott így elmentem, asukat, aztán juhász voltam. Hát jobb ilyaskori, úgy mondanám. Hivatásos, most magyar, mai szól, hivatásos juhász tetszett lenni. Igen, tehát igen, juhász volt, így is mondhatjuk a mai szóval. A családból ki az, aki örökölte ezt? A fiam is örökölte. Itt is van most is egy ilyen. Ja, értem. Tehát akkor a, és tehát nemzedékeken át örökítik, vagy az ő az unokája az már... De az is örökölte, ha igaz lesz. Hát hozzáteszem, hogy hát mezőgazdaságot tanul, így mondom most. Értem. Tanuló, tehát lényegében bárki is. Ő is folytos az apjának segít, ő is. Neki gulyája van, de van birkája is, tehát lényegében megy tovább. Van-e valami speciális öltözék a juhászoknak, vagy a juhászoknak? Tehát látok itt, önön is látok is egy viseletet, a másik két úrán is látok egy viseletet, kalap is másféle, hogy van valami speciális jellemzője, más a kalapformája, más ruhát kíván, mint egy titkos, mint egy gulyás, vagy egy pásztor. Igen, más is a gulyásnak is más a kalapja, úgy van, hasonló a csikóség, megint más. Juhász, én megint már ez előzői kondás is volt, már olyan nincsen, annak is más forma volt a kalap. Milyen a juhász kalap, akkor megkérdezem. Az ön fején lévő kalap az juhász kalap. Egyébként Démán ez ilyen új típusú, mert régen nagyobb széle volt. Mert ugye a, már így mondom, a nauta is mondta, hogy legyűröm a nagy kalapon a szélítást, már nem lehet legyűrni, mert ez... Ezt eltetszik tud énekelni ezt a nótát? Megpróbálom. Próbálja már meg. Nem bánom, hogy parasznak születtem, azt se bánom, juhász legy belém. Van a pusztában lakni bátorság, a városinál több a szabadság. Helyén lakik, én bennem a lélek, sem a vattúl, a zsiványtúl se fél. Korán reggel kitörülöm a csipám, fohászkodás után gyújtom a pipám. Járkálok a falkám közsejtálva, nincs-e károm, nincs-e megdéz már. Hogyha látom, nincsen semmi kár, bőszék helyett a bundám ratanyát. Kenyerem bűkareit kanyarítok, van egy tűznél kenyeret pirítok. Az én nyájam beteríti a cserényem, két komondor fésérget éngem. Öt bolytárnak vagyok fejedelmem, úgy becéznek gazdura őkkel. Ha elkészül a bográcsos ebédem, körülülik vélem a cselédek. Ugye a lakunk fordított kásával, mint a váró csirkepaprikás. Még azt mondják, nincs asztalon széken, a báronénak sincs annyi, mint nékem. Asztalom a nagy hortobágy partja, eszem, iszom, ahol a kedvem tartja. Mikor látom a fergeteg idejét, legyűröm a nagy kalapom szélit. Nem árt annak sem eső, sem darab, még a jég is visszapattam róla. Megbecsülöm a pásztori gúnyát,
Nem cserélem szűrőmet Schubert, nem cserélem szűrőmet Schubertra, sem a plébános úr reverendájára. Köszönöm. Én is köszönöm szépen, hogy eltettek énekelni. A mellényel kapcsolatban az a kérdésem, hogy látok itt mellényeket, és úgy tudom, hogy a Fityke gomb az annak jelentősége volt. Hogy hány darab volt rajta? 7 vagy 9, tehát nem egy, vagy nekem például 11 van, de így mondom, hogy ki mennyi, de nem páratlan legyik. Mindig páratlannak kell lenni? Valamilyen formában ez volt a kikötés. Na most még mondom az öltözetet, hogy régen, igen, tehát a háború előtt, akkor ugye a juhásznak fehér gatyája volt, a csikósnak, gulyásnak kék gatyája volt, a pontásnak is inkább fehér volt, úgy mondanám. Tehát, na most ugye a rendszer, tehát a háború után már ez mindjárt, ugye már mindenkinek kék nadrágja, meg kék dobákba jártak, még a nők is úgy szóval. Tehát akkor kiment a divatból. Sőt, ugye a szűr is szűrcse lehetett, mert amíg benne volt a magyar korona, az nem, azt el kellett ásni, meg elégették, mert az megbüntették ugye abban a rendszerben. Tehát a szűr is kiment, majd csak éppen nem, de majdnem kiment a divat. Önnek volt szűrje, amit azt... Akkor nem, mondom, nem akkor... volt divat, tehát nem volt, most van már, így mondom, úgy, hogy már most van, de tehát mondom, szinte kiment a divat. Ez mindennapos használatban van még, vagy pedig... Mindennapos használatban volt, ugye annak ide volt közben, akinek már megint úgy mondom, vissza megyünk a múltba. Tehát volt ünnepi is, meg mindennapi használatban. A lényegében akkor nem volt esőkabát, az esőkabát, meg a szél ellen, meg hát szóval meleget is tartott, vagy esett, meg nyáron még körülött is úgy mondjuk. Értem. És ez a volt, amit a kezében tart. Ez mire szól? Ez a kampó, tehát a pásztor volt neki, nem hívják semminek, így először is. Másodszor magát megvéden, a harmadszor pedig len a birkát megfog. Tehát, hogy beakasztják a lábát? Beakasztjuk a lábát, akkor nem kell utána szolgálni, hanem a cikkben dolgozunk, akkor megfogjuk fel a utána. Vagy lenyomjuk, így mondanám, tehát körmöljük, vagy virgeljük, vagy rühelték ezelőtt, tehát szóval tehát elég sok dolog van, ahol nem kell azt hiszi valaki, hogy most a juhászat fekszik a gyepen, hogy nem csinál semmiről, elég sok dolog van. Még van már, úgy, mint mondtam, megfejlés. Értem. És látok ott egy bicskatokot, ez saját maga készíti, vagy valaki készítette, mert én nem tanultam meg, nem, megmondom őszintén, de nem tudom meg. Tehát, Ez valaki készített, ez egy elmaradhatatlan, mert ugye a bicskát az ebből, ha leül vagy lefekszik el, hogy ebből nem marad el a bicskát. Értem. Ez az egyik, a másik az, hogy dísz. Mert közben volt, vannak valamikor ugye az acél, amivel a pirét pásztulja csiholta, tehát nem volt lyuka, hanem volt koma, meg acél, meg ilyen taplagoszt, akkor abba jutotta meg a pipát, vagy a tüzet. Értem. Igen, tehát azért mondom, de ez nem maradt ez a... Azt kérdezném, hogy a juhászat, vagy a csikósok, azok kimondottan férfi foglalkozások voltak, mert látok itt egy hát, a Szopko János. Na most, zömmel férfi foglalkozás volt régen, na de most, hogy mondjam, hát az asszony is ugyanúgy meg tudta legeltetni a vérket, vagy megfejni is, vagy enni adni. Tehát az zömmel... Mert férfi foglalkozás úgymond nem bekerült, szóval csak egy például az én feleségem is megőrizte, vagy meg is fejte, vagy enni is adott, ha úgy volt, tehát szóval. Most kérdeznék egy olyan, hogy mennyire volt elfogadó egy női juhász? Ezt megint... Tudom, hogy a felesége az volt meg, mert vannak női juhászok is most már, de hogy mennyire volt az elfogadott a régi világban biztos, hogy nem volt elfogadott. De biztos, mert csak a... Sőt, úgy tudnám mondani, hogy
abban az időben megint mondjuk egy másik, hogy elég késő is nősült, egy 30 éves korúgi folyt átlított, mire valamit lement, megnézték. Na most már a cselédről beszélünk, hogy nem vihetett oda lassan sem meg mindent. Mert a tűzi világot nem volt elősmertünk. Nő. A nőknek más az a feladat. Igen. Ugye, igen. Hogy ja, hát a pásztort, tehát a férjük kiszolgálása, vagy éppen a vőlegény kiszolgálása. A gyereknevelés. Igen, a gyereknevelés, tehát lényegében ez volt, hogy ez volt a régi világon, de már most újabban ugye besegített úgy mondjuk. Hát akkor is mondjuk megint megy másikat, mert úgy, ha magának, magán gazdag volt valami, még akkor sem nagyon, mert ugye általában már olyan gazdább, nagyobb gazdag volt, akkor cselédet tartott. Tehát az asszony nem volt ilyesmire befogva. Régi, én legalábbis nem tudok róla. És a másik két úrnak mi arról a véleménye? Miről? A nők szerepéről. Nem nagy divat volt ez, nem tudom, nem. Szóval nagy tukfolni, az volt az egyetértek vele, de az nagyon kevés. Nem volt ez, nem tudom divat. Szóval nem sose hallottam. Nem hallottam. Az, hogy besegített, mert éppen a férje dolgozott, vagy más munka volt, vagy elfoglaltsága volt, kiment a feleségem, hogy ott volt egy fél napot, egy napot. De az, hogy teljesen átlagosan csinálja, az tehát ugye minden napokban akkor nem, nem volt jellemző nem, ez. Itt szoboktól, hogy ő már nem is tudjuk. Mai napig is lényegében, tehát ez. Mert még a juhásznál talán csak el tudom képzelni a nőket, de ők egy gulyásnak, egy csicsósnak valahogy egy igazán szóval közel. Hát megint másik, akkor mondjuk már messze magasabb. A mai világban már lovagolnak a nők is egyébként. Tehát szóval üppen, de még szikor. Még ilyen alkalmi munkákra van ők inkább okolódjuk, hogy nyírásban. Mert nyírásban voltak, ugye ezek vagy nők, azt mondjuk, akik voltak egy nyírógrigátban, vele férni vele nők, de mondjuk, hogy nagyon jól kellett írni, hogy voltak, hogy voltak idegésén, mert ezt talált vele. Itt még voltak, de kiválasztott inkább. Ez a viselet, amit látok, ez a mindennapos viselet, vagy ez most kimondottan, hogy a mesterségek ünnepére. Manapság már, ebben nem bár én mondjuk őszintén ezt mondhatom egyszerűen, hogy én mindig ilyen gombos mellénybe jár, úgyis hittek a többiek, hogy gombos mellényes, ha már el van. De én mindig csizmába jártam, meg tehát lényegében gombos mellény. Hát nem... Kapkodónak mondtuk, hogy ilyen mindennapi használatra mellé. Mert én mellén meg úgy mondom, tehát már egy elmondanám, fogunkosan lehet 30-ai vár. Egyedül voltam, aki ilyen nőtözetre mondtuk. Már a többi meg még minden részének botja se van, már a teljes szérű beszélek most. Kettőnél meg. Én valahogy megtartottam ott a régi bundámba, meg hát szűrőn nem volt, mert nem is volt hívott, nem is volt, nem csinálták akkor időben. Most lett felkapva a rendszerváltás, a sal, úgymond a rendszerváltás után most volt, de ott van 9 után, tehát úgy mondanám. Ott nem lehet, hogy akkor ott van, hogy ilyen volt, tehát ebben nem dolgozott. Olyan, mint a lakodalmas vagy azért az öltönyben kell tudtunk beérni, hogy ez ünnepes. Hát a nálénk ugye a falakot, de ezekben nem tudtunk már, azért nem egy tisztomunk fáma, azért az a számára. Elég komoly összeiskolódik, ugye, tehát ezt nem tudtunk. Mondjuk én már úgy mondom, én juhászkolatban is jártam, tehát mondanám. Tehát mindig. Dömmel. Ha kiskolabban tettünk azon, tehát ez meg szilva mérő van a felé. Igen, persze. Mi van benne? Szilva mérő. Hát ugye kolabszét előtt olyan jó tényleg. Na most ugye, már hogy másikor mondjuk, tehát én is mondom, juhász voltam most dömmel, tehát de közben utána már rendszerváltás után volt egy kis lovam, és én nem tudom, már lehetett. Most ugye szekeren is, szekereztem is, tehát mentem a szekeren a lovakkal. Sapkában nem lehet, hogy esik az eső, ugye minden folyik a víz rajta, tehát kalapjára. Én mindig kalapjára. A Hortobágy Örökös Pásztor a cím az mivel jár? Milyen, ha szabadik kívánunk, kiváltással jár? Jár-e van egyáltalán? Jár egy kis pénz, hozzá őszintén mulatban, hogy van ilyen egyszer egy évbe, tehát most
gondolom még ez a tüntetni még, mióta megalap. Tehát ez semmi olyan, hogy igyenik a csárdában, mondjuk a hosszományos házában? Hát ha meghívnak benneket a kihajtásnál, behajtásnál, vagy mit, miért kellett volna tegnap lenni a szoboravatás, ortobágyra, akkor megvendégelnek bennünket, adnak egy vagy egy pohár sört, vagy nem. Inkább ez a tiszteletbeli... Igen, ez a tisztelet lényegében. Szabad megkérdezem az ön nevét? Tóth Gyula. Önnek hajtuszakon volnak, akkor majd mesélj egy pár szót saját magáról. Önnek hogy kezdődött a pályafutása a nyomászban? Utána megelégyeltem a gazdaságot, mert 900 forintot kerestem valamikor. 10 éven keresztül én a 900 forintot díszítettem. Elmentem a kérdésbe. Ott is valamikor 10 éven. Majd 80-ban beindultam a 72. kombinát. Aztán mondják, hogy saját birkámat nem lehet. Úgyhogy szerettem volna még a tavaly évet kinyúlni, meg az ideit, azt akkor 60 éves szolgálatban megértem. Hát még a sós közben szóval az embernek. Hál' Istennek azt valamennyire, de hát elfáradtam, mint tegnap is, hogy meg borrasztott. De hát van gyerünk csak, akkor még most ide eljöttem. Értem. És az ön nevét szabad megkérdezni? Szabad, de még annyit tegyünk oda, hogy a bácsi, akármennyire is tavaly beteg volt, de az idén még mindig csak embereket, jó barátokat kisegít, hogy még leváltogatja. Tehát még mindig hűt, tehát az a 60 évet, érjük csak a lányokat. Visszajár a nyájhoz még kisegíteni? Nem tudott volna lenni, tehát szóval én mondjuk nem nyert. Még sokáig a fiamat kiártam. Tehát belefér, és én azt mondom, hogy a félettől csak tegyük a 60 évet hozzá, mert szerintem nem sok embert tanálunk, nemhogy itt a környéken sehol se, aki ennyire eltűnjön, és még ennyi időskorában is aktívan dolgozik, a szomszédságban vagyunk jelen pillanatban, hogy szokott ezt változtatni, úgyhogy tehát a 60 évet ezt tudjuk. A 60 év, akkor megvan a 60 év. Egy-két napot lejáratom magamat, akkor ott megint megyünk szóval két nap. Tehát ez így van. Értem. Hát az Isten tartson, hogy még jó erőben sokáig. Szerintem így volt segítség. Köszönöm szépen a teljesítést. És akkor az ön nevét szabad megkérni. Én Béna János vagyok, én szintén Szoboszlai vagyok. És hasonlóan Gyula bácsi országhoz, hogy az én szüleim sem voltak pásztor emberek, egyáltalán nem voltak, hanem gazdálkodó emberek voltak, a országunk az mindig volt, hát mikor már így tudtam jönni, menni, mozogni, még olyan kicsike voltam, hogy tényleg a tehénre nem tudtam feltenni a láncot, és akkor nagyanyám azt mondta, fiam, felteszem, azt vezet ki a csordára, és a tehén egyet csapot elrántott volna, majd Gyula bácsi majd levető volna. Tehát akkor már ezt én akvazérő is ugye így csináltam. Volt egy szomszédom, sajnos már csak volt, hogy kartakuluk előtt oda mellénk, hogy Schilling Feri bátyám, még ott mondott, hogy hát volt, hogy csikám neked ezt kék szeret, neked ezt szeretett csinálni, ezt kék csinálni. Elkezdtem egy kicsit gondolkodni rajta, olyan pályavarosztás előtt voltam, hogy ez tényleg úgy is van meg igaz is. Na ekkor kezdve, csak hát, hogy akkoriban még én nekem volt olyan lehetőségem, hogy iskolába ugye elmentem, Legyőkoluba. 3 évet tanultam ezt a szakmát, tehát hivatalosan is az vagyok. Bár akkor még nem nagy értéke volt ennek a papírnak, hát már ma sokkal több értéke van, na mindegy. És hogy ez volt 74-ben, mikor nyomtok végeztem, 77-ben ugye a kegyezbe kerültem. Egyből bele a nagy mélyvészbe, mert
tisztelem és becsülöm azokat az embereket, akik ugye voltak heten törzsgyökerekű házok, például ugye a Vácsisőval volt akkor legfiatalabb, ugye, meg utána már én, többiek hajnak már nem élnek, akkor még úgy volt, hogy váltós voltam, egy évet, igen nehéz munka volt, bár most már örülök neki, mert azért nagyon sokat edzőkem rajta. Utána teljesen hogy falkás lettem, és jött ez a rendszerváltás, hogy nem tudunk mit csinálni. Vagy a sajátunkat őrizzük, vagy nem lesz a jó állomány. Ezt nem bírtuk elviselni, 88-ban kiléptem a teljesből, láttuk jónak a sajátunkban, és ettől kezdve magatartani. Még egy-két évet ugye elkilogtunk, ugye akkor még a kezdés volt. 90-ben oda költöztünk, ahova most az elemzésre, adtuk kezdve, ott vagyunk folyamatosan, és egy magatartó juhász vagyok, ami azt jelenti, hogy olyan ember ez, akinek ugye van 1-200 anyajuha, és még mellette vállal, illetve van segédje, most úgy mondjuk, hogy bojtárja, ugye, vagy úgy mondtuk valamikor, de ez a bojtár gyerek is, ugye hál' Istennek már felnőtt, és 26 éves, már nem is szeretünk mondjam neki, hogy bojtár, meg nem is mondom, mert ugye annak, mert aki dolgozom, ugye, annak köszönhetem, hogy most is itt vagyok, mert ő vált le, illetve váltjuk egymást, aki ugye 26 éves kora ellenére 12 éve, hogy itt van velem, és azt kell mondanom, hogy szívvel élek el, nagyon nehéz lenne ilyen gyereket, ilyen fiatalt, hogy így állapban ott van. Már elmondtam munkorában is, hogy valamikor a filmezésen voltunk, helytált akkor is, akkor félig leégett a gyárháza, akkor is helytált. Most itt vagyunk, ugye most meg a nagy vízlet, ugye akkor is ott van, tehát messze-messze minden elismerésem erről a gyerekről, fiatalemberről, mert várját is itt, hogy az, aki így szeresse csinálni, hogy jószor a juha van, nem is kevés, lova van, szekere van, tehát szívvel lélekkel szereti csinálni, és mindig mondom neki, hogy büszke vagyok rád, meg örülök, mondom, hogy így, hát azt mondja, könnyű, hogy jó tanítva, vagy jó tanítvány, vagy hát igen, azt mondja, jó, hogyha valaki tanítson. Hát én magam azt mondom, hogy könnyű olyan valaki tanítani, aki szereti. Szereti. Ilyen nappal, tehát maximális elismerésem a fiatalemberű, mint Jákob Dánielnek, Jákob röviden Dani, úgyhogy én azt szeretném, ha még lenne, hok ilyen. Büszkék lehetnénk rá, hogy 26 évesen ilyen lelkülemedett. A nyolcadikat nem végezte el, már akkor rekerült hozzám. Hétvégeken, akkor nyári szünetben, utána meg teljesen itt karakterim mellettem. Azok is most már teljesen megvannak. Igen, ezt szerettem volna még kérdezni, mennyire látják azt, hogy van utánpótlás? Picciri. Erről a mozdulatról elárulta, hogy... Nagyon. Szoboszlan másik sincs ilyen, mint akiről beszélek, amikor senki. 100%-os. Már mindenki felkörbe szállhat olyan, akik valók a teljesben, gazdaságban egység belőlük. Hogy mondhatjuk, abban a koraszágból én maradtam, ami én voltam a koraszágban. Legfiatalabb meg még gyerek, de az öreget minden elhosszunk. De utántól senki. Egyetlen egy se. Egy fél napra. Vagy még le nem megyem el. Amikor a nap csúszik le fel, azt mondja, hogy kavarjék hazafel. Másnap várhatja, hogy kimenjük. Törzsgyökeres juhászok voltak, minden elismerésünk, de egyszerűen utánpótlás, ilyen téren kihalt. És érdekes, hogy már sokszor elmondtam Danikámmal is, hogy Gyulabátyának se nekem se, meg neki se. Elődeink nem voltak pásztor emberek, csak egyszerű paraszt emberek voltak, vagy gazdálkodó emberek. Mi meg teljesen megőrződtünk, ebből élünk, ilyen nappal ezt csináljuk, semmi más nem csinálunk, semmi másra. Na jó, még annyit tegyen, hogy ezt a kötélgyártást kitanultam, na ezt is átadtam ennek a gyereknek, mert nyírni, nyúzni, herélni, minden tudat. Sokszor hallom, hogy Dani volt herélni, itt volt ott, tehát ugye én büszke vagyok. És ugye ezt megint kitanultam, de csak ez máshol napos. Az állatorvosoknak nem is nagyon tetszett. Igen, nem örülnek neki, nem mindegy. És ő ezt kitanulta, ezt a kötélgyártást, ugye én rajtam keresztül lesz is, úgyhogy mi a mi saját jószágainknak, meg hát pásztor kollégáknak, hogy elég nagy mennyiségben csináljuk, és akkor ugye jönnek, hogy na, ilyen vastag, ilyen hosszú, ilyen kemény kell, gyertek, megcsináljuk, úgyhogy még ezt máshodállásban. Tehát akkor segítik egymást, ahol lehet. De ez másodállás, tehát mindig az első vagy országaljuk. Ha ez rendben van, az jut rá ide, jut. Itt egy tavasztal is nyírtunk, és akkor ez is hívott az is, hogy jó, akkor már majd befejezzük a nyilak, majd akkor majd gyere tavasztal innen. Tehát nekünk ez az első, majd ott a másik, vagy a harmadik. Tehát egységgel nem lehet kétnyelgetülni. Ezt kell, ebből élünk, hát csak másodlagosan van. Az öröm nekünk, meg szeretjük csinálni, meg látjuk, hogy itt is ott van Rogja Péternél a kötelem, vagy bárhogy Gulyás versenyen, 80%-kal az ennyi meg,
és sajnos az is kihalottak már, az is megyünk. Itt most végignéztünk két napi gyilagácsot, vagy felhívácsot körbejártunk, egy kötélgyártot nem láttunk, egyáltalán nem láttunk. Nagyon szomorú vagyok, hogy ez is kihalott vélem, alig-alig van, alig-alig kerülünk már. Mondja, mert nem tanultak már, csak úgy tanultam meg, úgy mondjam, összelopkodtam, azt nem mindegy érvény, ezt a tudást, hogy én megszerettem, megcsináltam, és ugye ezt nem csinálom emellett. Igen, nagyon jó, hogy ez a rendezvény felfigyelt, hát tulajdonképpen mondhatom, hogy felfigyelt arra, hogy a pásztor művészet az mennyire fontos, tehát a pásztorok élete mennyire fontos lenne, és hogy most kiemelt szerepet kapott itt a 19. mesterségek ünnepén. Hogy most eljöttek ide, és egy kicsit úgy látják az itteni városi emberek is, hogy ez mind szép és nagyon jó, csak amit elmondtunk, hogy evel több utánpótlás nem lesz. Mert sokan azt gondolják el, hogy most ez úgy van, hogy hűha kijön egy napra, két napra, meg egy hétre, átlanít, azt nem lehet megtanulni. Azok évek kellenek, mert két ünk se egyforma, két év se egyforma, 4-5 évet, van, aki, mikor valakiről nyilatkozik, hogy ruhát ez ilyen, meg olyan juhász, jó, meg jó. Mondom, ne úgy csináljátok, ne egy évet vegyetek. Legalább 4 évet kell alapon venni. Mert lehet ugye egy év, egy nagyon száraz, lehet egy nagyon nyers, lehet egy átlagos év is, ott lehet egy jó évben, egy kevésbé hozzáértő is, jó vizsgázik, még meg esetleg fordítva. De már a 4 év, akkor lesz egy másik év, akkor mondom, na, akkor a szárazban is jó helyt áll, esős időben is jól áll. Meg a közepes időben meg van még egy negyedik év, lehet hozzá. Tehát ez rosszulszak, mert nem lehet megtanulni, hogy mostan. Tehát ennek el kell tölteni egy évet, két évet, 10 évet, 20 évet, és még azt mondjuk, hogy még tanulunk már, még sokkor van rá, hogy szóval még élünk, mindig tanulunk. És akkor önök szerint mi lesz akkor a portovágyi élettel, a pásztorkodással? Szomorú. Nem tudjuk. Édesség figyelni. Az elég hozzá tehettem, vagy akar hozzáteszem, hogy ugye az az igazság, hogy most mindenki mérnök, meg doktor akar lenni. Tehát na most, mikor már kitanult, ott nem akar a birtla mellé, mert ugye valamikor ilyen, ha még ki is jártad, meg mint hogy mondja is Jani is, vagy Gyula is, hogy ki se jártad iskolát, úgy már elment ilyen tanyásnak, meg nem tudom, hogy beletanult bele gyerekként, hogy most nem is engedi a szülei, hogy valaki másiknak a cselédje legyen, így mondom. Tehát akkor gyerekkorát úgy megtanult az a nyomorúságot. Igen, tehát nem, de én most amit kitanult, akármilyennek, akármilyennek, így már nem akarok érni, hát itt a volt pénzzel. Hát ugye, hogy nincs családon belül sem. Igen, a családon belül sem tudjuk tanál. Plusz még idegenként sem, tehát még iskola sem. Már volt ilyen kezdeményezés most tavaly előtt, hogy egyetemen juhászképzés indul. Ez mind meg. Ez csak ilyen, ez annyira mesélhetetség figyelni. De én azt gondolom, hogy ezt egyetemen nem lehet. Nem kell hozzá egyetem. Ez nem lehet ezt megtanulni. Ez nem lehet, ez nem lehet hetek alatt, hogy 5 hetet, tehát őt olvasjuk, ez mese. Ez nem lehet 5 hét alatt megtanulni. Lehet, hogy van olyat, amit meg lehet tanulni, nem lehet. Most sajnos oda jutottunk el a pásztor utánképzéssel, vagy illetve a pásztor utánpótlással, hogy annyira, mert valamikor ugye Gyula bácsi, meg Jani bácsi sokkal jobban tudja elmondani, hogy valamikor tekintélye volt a pásztor után. És azokat az embereket fogadták meg a pasták, akinek ugye volt háza, volt lova, volt juhá. Ez azért volt erre szükség, mert számadó juhász, számadása kellett. Ha most nem volt neki semmi, mert a fenébe, ezt szóba se álltak. Most jelenleg oda jutottunk, hogy a szomszédainkban is egyszerűen nincsen. A gazdák jönnek ki, váltogatják, egyszerűen nincsen. Ki jön 2 hónapra, 1 hónapra, 3, hogy 30 évet eltöltsük egy helyen, mint hogy én is meg már mindjárt 40 lesz, hogy emlőkre. Tehát ez nem, egyszerűen nem. Azt nézik, mennyi pénzt kap, ennyire nem van. Tehát az, hogy szívvel életkel most szeresse, egyáltalán nincsen. Tehát ez, most már azon tudok, hogy a szomszédium és a gazdák, csak nem volt, valaki úgy jött, hogy ajánlják, csak valaki maradjon már ki. Hogyha még valamit, ne szóljatok neki, ne itt ne hagyja már el, mert akkor nekünk kell így lenni. Tehát ez lesz az élet, most annyira egyszerűen nem, nagyon kevés. De ezt szerintem ezt elmondhassa, nem csak mi, hanem elmondhatom. Amint a jó hőpet is mondja, hogy a Dunántúlon is el nagyon van már olyan. Most mi van? Villanypásztorozás van. Hány óra szól a telefon, vége, munkaidő, ekkor azt, hogy egy ilyen nap holott legyen, az érdekesekében ez már. Sajnálom.
milyen volt még egyébként az élet kint, amikor kint voltak a nyáj mellett? Tehát amikor már kicsit úgy elcsendesedett, meg volt, megetették, megitatták az állatokat, megfejték, ott maradtak a nyáj mellett, mit csináltak olyan utána? Én például idején megfejtünk gyújt, akkor elmentem, legeltettem, akkor 9 óráig, vagy 10-ig, vagy mikor, meddig, így jól nem, akkor legeltettem, akkor zuhajtottam, akkor mellé feküdtem a bundába, azt ott törvésztem így a fényegében, hogy ne menjen el, meg ne hajtsam az üdé, vagy nem tudni szóval. Szóval mondhatnám, hogy szárnyék nélkül, és ilyen is volt, tehát általában volt szárnyék, de nem mindig. Tehát ez volt a dolog, tehát hajnalban fel kell fejt, akkor már ahogy bejössű, hát mert volt meddős is úgy mondom. Tehát fejt, ha megfejt, akkor elmosogodott, meg összecsapta a dolgokat. Évet, ha volt idő, hanem a kezébe vett egy darab tanulmát, kedves ment a jó után legeltetni. Aztán délben behajtott, hogy délfele, vagy mikor milyen volt az idő, közben megította, hogy ha tudnál vizet húzni neki, akkor délben beállítottuk. Általában hűvösre valami, ha meleg volt, ugye, akkor délután megint fejnyolt, legeltető után megint őrizni. Tehát ilyen napról őriztük lényegében. Tehát ez... mit ettek, mikor ott voltak a nyelvek? Főztek, nem főztek, vagy siregetett? Ha idő volt, akkor főztünk tiszta leves, paprikás krumplit, vagy ezt az ilyen egyszerűbb ételt, vagy a... Hát már a feleségünk, a nős úr, a feleség kihozott valami enni, vagy mit tudom én, szóval szalonna, kenyér, az mindig a parasztnak mindig volt, mert tisztelt váltunk, tehát egyébként a holbászt, vagy ilyet. Általában szárazkostan úgy mondjuk, de hát ha idő volt, akkor főztünk. Délben is, de reggel is. De ez mindig azt mondjuk, hogy milyen módon tenni való. Én így tudom jellemezni, vagy mondani. Sokan meg szokták ezt kérdezni, amit ön is megkérdez, én kívülálló ember, hogy mit tettek, mit hőztök, meg mit csináltok. Én egyszerűen tudtam válaszolni, nem akarok senkit megkérdeni, tessék jönni, meg kell próbálni. Tehát nem olyan egyszerű. Az egy dolog, hogy mi beszélünk a imádatról, meg a szeretetről, meg a várakámiről. Két dolog van. Az egy dolog, hogy mi szeretjük, megcsináljuk. De az kevés, ahogy meg is éljünk. Tehát most sajnos egy olyan vagy egy iparszerű termelés, ami azt jelenti, hogy most ilyen be már 2-3-szor elletünk. Olyan, hogy bolytár, meg kistanyás, meg nagytanyás nincsen, egyedül vagyunk kint, ugye. Ahhoz, hogy én eljöjjek, vagy a szimbora, akkor egyikünk is másikon ott van. Egyedül vagyunk, egyedül hálul ránk minden, és azért, amikor már beesteledik, akkor ezek, amit tetszik kérdezni, akkor azt mondjuk, hogy örülünk lesz kezdem befeküdni. Mert sajnos, hogy ezért az megyen, akkor nem győzöm be szaladgálni, két csapat van, fias van, külön sánta van, bár akármi. Tehát nincs idő arra, hogy ottan vagy ottan akármi. Tehát az iparszerű termelés, mi örülünk, mert amikor még kis tanyás, nagy tanyás volt. Ugye, ha bement a számadó, akkor a benti munka el volt végezve, meg volt főzve, hát menjünk át komázni, hogy bár akár hova. Nem is nagyon van hova menni, mert nem nagyon van kivel komázni sajnos, meg a nagy Isten ki van a felesége, hogy akkor tekintettel vagyunk rá, úgyhogy nem sok ide jutik erre, mert valaki ugye kijön, meglátja, jó, így heverészünk, támaszkodik a botra. Rendben van, csak ugye azt szoktuk mondani, hogy a gyereké osztak, hogy töltsél el 24 órát, meg töltsél el 10-20 évvel, és akkor még megfőzött, hogy mit főzünk, vagy mit eszünk, vagy mi. Tehát ezekre a ilyesmikre kevés idejük. Nem. Örülünk, hogy belefeketik este, mert mikor ha ketten talán kimondani kell is, hogy van, akkor ugye könnyen vagyunk, mert egyébként másikén, de hát ez akkor meg itthon nem tud, hogy ő is értelembernek is van még azért más tehendője, és hogy én a igen, én azért kérdeztem, mert tehát a városi ember számára ez eléggé kicsit olyan elképzelhetetlen ez az élet, amit önök műveltek, vagy művelnek a mai napig is. Tehát, hogy kicsit úgy közelebb, megvilágítsuk, rávilágítsuk arra, hogy azért nem egy romantikus dolog juhásznak lenni, mert sokak szemében így él a juhászat, a juhász, a csikós, a gulyás, hogy... Itt a forulján, meg teregeti nyáját, fújja forulján. Ez egy szép nota, de ez nem így van, ez nem így van. Tehát sokunkat, mi volt nem hagyja a sukos, ugye, mert vannak megyék, egymás megyék azért betartjuk, ugye, helyek között nem megyünk egymás területére, azt nem lehet ott hagyni, mire visszamegyünk a hodályokra, a másik csapatot. Tehát nem egy, ha nem beszél arról, hogy hálik a jó, akkor egy csomó tudjuk tegyek is.
úgy látunk, mennyi bárányt, hogy kezünkbe be kellett hordozni, hadd mondjuk, ugye, oda frissen el lett jó. Rengeteget kellett, tehát nagyon nehéz munka. Akkor egész éjszak, hogy elik a jó, ha nincs ott az ember, ugye, hosszabb időre nem megtisztan, akkor nagy a kalamajka, akkor ugye azt nem lehet tisztázni, a sok jöttszerre meg elik, hogy tehát ilyen nap, hogy nem ismerik azt, hogy munkaidő, meg hogy, hogy jaj, mikor jötték, mikor, mikor, itt állunk, ugye nincsen. Tehát ez összefolyik. Van-e olyan pásztorot, amit minden pásztorot ismer, vagy úgy kellett, hogy ismerje? Olyan nóta, dal, amit úgy ismer minden pásztor? Hát, Jani bácsi a nagy nóta, ő tudja, ő érte. Jani bácsi. Most hogy mondja, általában valamiért mindenki tudjuk, van, aki nem szeret énekelni, vagy tanulni, mert mi így mondjuk ezzel, hogy tanulok, nem tanulok, nem énekel. Nem tudok, mint énekel. Nem is akarsz, meg nem kezdett. Mert van, akinek testi adottság van, a születési. Na most én nagyon szépen örökeltem a szüleit, ugye, és apám is, ugye nagyapám is, én nagyapám már, hogy még kicsit visszamenjünk, van is pászkorban, vannak fundákon, vannak idején. Már úgy mondanám, szerettek citerázni, hangszeren játszani, tanulni, úgy mondjuk annak ide akkor azt mondtam. Most ugye azt tanultam, meg én is, tehát én is amúgy, hogy mai napig a felkelek már dugdurászott, a Jumár is tanuláztam, meg most meg már járok énekelni is csapatban, már úgy mondom, hogy még szólom, és még kiállok, ha nem szívesen ütnék. Na mindegy, ma arra mondom. Van valami kedvenc a János bácsinak, amit most szívesen énekelne neki? Hát, kedvenc, mind kedvenc, amennyit ha tudom. Akkor egy kedvencet választok. És ha tudják, akkor segítsenek. Nem biztos, hogy tudják, vagy de hát tudhatnák, mert a hortó vágyik. Lenne a székes hortó vágyó, a marom háztáikán. Ott folyik-e a hortobaj, mellette a malomhár. Túl sok partján évszázadon villám sújtott öreg tétfák állanak. Néme része olyan öreg, nem is él már több tavasz. Megkérem az úton járom, az arra szállom madár is. Nem látta-e a kedvesen, valahol a pusztában, darú madár kiabálja, újongassa szanaszít a pusztában. Most fogtak el egy betyárta, hortobágyi sárdát. Nagyon szépen köszönöm. Nincs hang. Jani bácsának nagyon jó természet adottsága van ehhez. Meg az Jani bács azt is köszönjük elmondani, hogy azért ebben a pásztor éneken elég sok díjat már megnyert Jani bács, amire büszke lehet, én is meg bárki is. Annyira nem vagyok, nem szoktam büszkélni. Nem is kell, én azért mondom, hogy most előtt így meg a hagy díj meg a Kautának is a Pávra díjat már megnyertem, de én nem szoktam vele viszkélni, mert hát mondhatnám, hogy megkértek, hogy nem mennék város egy ilyen énekkor alakult, nem, mert szeretek dolomászni, hogy járunk ide, úgy elmegyek, akkor mindig hallják a hangom, így mondom. Hát elmegyek, megpróbálom, mert több mint 10 éve járok énekelni, megyünk az országba ide-oda belépni. Nagyon fontos, hogy ezeket a dalokat, a névdalokat, ezeket a tudókon is megörökítsék. Nagyon sokat tudok, mondjuk ez az igazság, de tehát ez is hozzátartozik a hortobágyhoz. Igen, persze. Hozzátartozik annak az életérzésnek az újraéléséhez, a hagyományok őrzésének, átadásának. Hát lényegében, hogy mondjam, mindenről van, no, tudom már, ha egy mondanám, hogy estem felnézem, de ír, akkor ugye van, amit feljött már a göntől, szekér, hagyognak a sivagok, vagy tehát lement a napom a bejárása, még nem tehet millió, tehát ahogy megy a nap, értem, ahhoz valaki, most nekem mindig jut eszembe, akkor dugdorászom. Tehát ilyen.
Munka közben, és valóban el lehetnék keseredni, mert már két asszony temettem el, de hát azért nem keseredek annyira el. Jó. Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottál felünket, hogy élmény. Számomra ilyen volt a beszélgetés. Köszönöm. Amit szépen tudunk, elmondjuk, legyen szerencsénk. Az a helyzet, hogy már... Hát egyik. Szerintem biztos, hogy fogom itt találkozni. Pászor találkozni, gulyás. Majd meglátjuk egy égkintet. Amíg megírjuk, amíg megleszünk, addig megyünk. Másik filmben is nem tudunk semmit, igen, ami elmond.